Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, aki keresik az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a Atyától, és az ő egyszülött fiától, mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetét énekeljük a 105. Zsoltárokat. A 105. Zsoltárnak az első versét, ami így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Döbröntei elnevezésű női találkozó a Döbröntére,
Ha valaki erre szeretne jelentkezni, azt kérem, hogy a lelkészi hivatalba tegye meg ezt a jelentkezést. És egy kicsit más programot is hadd hirdessek, április 18-án, azaz holnap hétfőn 6 óra Motorai Kezdettel lesz a Városi Könyvtárban egy nagyon érdekes előadás, Maros Mécs, az Erdélyi Helikon Ünnepség Kastélya címmel. Ennek az előadásnak az előadója Nagy Kemény Géza lesz. Nagy szeretettel várunk a szervezőt mindenkit erre az alkalomra. Május 16-án lesz egy ökumenikus közös alkalmunk a felekezetekkel, immáron már a 6. pápai ökumenikus napot szervezünk meg. Nagy reménységünk szerint ez a főtéren kerül megrendezésre, hogyha valamiért mégiscsak egy rossz színű esőstől fogunk ki, akkor pedig a Római Katolikus Általános Iskolának az aulájára kerül megrendezésre ez az alkalom. Hát kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk azért, hogy jó időnk legyen, és akkor meg tudjuk ezt a napot szervezni, mert mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A későbbiekben majd részletes program is már fog kerülni a hirdető lapra. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy hallottunk van Gács Gyula, aki 82 évesen hunyt el. Ő a Ligetkert utcában lakott, temetése április 20-án délután 3 óra volt. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy 49 évesen kezdőbetegség után elhunyt Kovács Péter, a Református Gimnázium igazgató helyettese. Az ő temetéséről később dönt majd a család, amit ennek megvan az idő, hogy ezt is fogjuk hirdetni a testvéreknek. Isten tiszteletünk után emlékvalak szólt dr. Kis Gábor, hogy született Ötvös Ella, volt Nát és a öregje, az egykori pápai tanítóképző tanárának századik születés napjára emlékezve, emlékezik az ő családja és tanítványa. Kérjük Isten vigasztalására, gyászolókra, emlékezőkre. Végezetül a református napjára ajánlom a testvérek figyelmébe, evangélikus és református tervek 2017-re az 500 éves református ünnepségi sorozatra, illetve különféle egyéb kiadásokat, állítókat, imádságokat olvashatunk, ezért is érdemes megvásárolni a reformátusokat. Következőnek akkor a gyermekek átmennek majd a gyermekisten tiszteletre, mi pedig ének szóval dicsérjük most Istenünket, énekelve a 168-as számú énekünket. A 168-as számú éneknek valamennyi verset énekeljük. Ez a régebbi énekeskönyvnek a 166-os számú dicsérete, az első es kikkezője, Urunk Jézus, fordulj hozzá! Thank you.
élő, igaz Isten. Amen. Adj meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Urunk, téged dicsérünk és áldunk énekszóval és imádságot. Hálás szívvel mondunk neked köszönetet, hogy életünk minden napját, minden óráját, percét a kezedben tudhatjuk. Bármi is legyen a szívünkben, lelkünkben, tudjuk hozzá, úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Tékozló fiúként magadhoz ölelsz minket. Ad a dicsőséget, szépsége Jézus Krisztusban ragyog felünk. Mi sokszor elfordulunk tőle. A saját terveink elfordulunk tőle. Adj nekünk bölcsességet, hogy a te fényedben éljünk, és azon az úton járjunk, amelyen a fiad is jönnek. Istenünk, minden világosságnak forrása, ki igéd által megvilágosítod lelkünket. Törzs kívánk a bölcsességnek és az értelemnek lelkét, hogy amikor a Szentírás által tanítasz minket, szívünk és elménk megnyíljon, és megtanuljuk az élet és a szentség dolgait Jézus Krisztus által. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, miképpen szereztem a jólunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Leírják ezt az evangéliumok, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levelében, a 11. résznek 23. és következő versében ekképpen. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatott, vette a kenyeret, hálásan megtörte és ezt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely tiétek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Olvasunk még Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből a 4. résznek az első 3 versét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a véglegességét, a békesség kötelékével. Mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor először ültem le a volánkúja az autóba, mellettem az oktató, és elkezdett instruálni, hogy hogyan is kell autót vezetni. És hát egyből bedobott a mély vízbe, mert nem a rutin pályára mentünk, hanem kiegyből a forgalomban. Hát ez egy sokkoló élmény volt a számomra. Előtte, amikor a kereszt oktatásra jártunk, akkor megtanultuk, hogy milyen szabályokra kell figyelni a közlekedésben, miket kell betartani. Megtanultuk az különféle oktatóvideók, meg képek segítségével, hogy egy-egy forgalmi helyzetben, egy-egy kereszteződésnél kinek van elsősége, ki után következik, mikor van nekem elsősége, mikor kell nekem elsőséget adni másnak. És aztán le is vizsgáztunk erről. Ezt nagyon jól betanultuk ezt az elméleti részét, de ott és akkor, amikor engem beültetett az oktató a volán mögé, és azt mondta, hogy na, itt ez a sebességre, és akkor menjünk, akkor az egy döbbenetes élmény volt. Annyira sok volt, hogy azon kezdtem meg gondolkodni, hogy egyáltalán meg akarok én tanulni vezetni. Mert ez egy elméletben, meg a tankönyv, meg az oktató videókon nagyon jól nézett, meg nagyon egyszerű és egyértelmű volt, de akkor, amikor be kellett ülni az autóba, akkor az hirtelen túl sok volt, hogy mindenre figyelni, a többiekre, az autóra, hogy rendesen menjen, ne fulladjon le, ne nagygázzal, rendesen kezdem meg kuklunkat, és így tovább. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy oké, ennek az órának vége lesz előbb-utóbb. Én valószínűleg többet nem fogok beülni az autóba, nem akarok megtanulni vezetni, mert ez piszok nehéz dolog. Aztán végül megembereltem magam, és elmentem a második és következő órákra, és megszereztem a jogosítványt. Ebben az évben lesz, hogy 18 éve van jogosítványom, és nekiálltam az elmúlt napokban számolgatni. Több százezer kilométert bevezettem már, több mint 20 féle autóban van lehetőségem vezetni rövidebb vagy hosszabb távon. Ebben volt olyan is, hogy olyan műszaki állapotban volt, hogy imádkoztunk, hogy odaérjen a célomhoz, nehogy közben bombáljon le. Meg volt olyan autó, és akkor azt mondják, hogy nekem adnák meg
nagyon örülök annak, hogy ott és akkor az első órán, akkor sok volt engem azt, hogy milyen nehéz vezetni, milyen nehéz azt az elméleti tudást gyakorlatban átültetni. Nem gondoltam majd a magam, és nem mondtam azt, hogy én ennyi volt, köszönöm szépen tőlem. Hanem belevágtam, és most már rendelkezik egy olyan vezetési tapasztalattal, hogy bárhol nekiindulok, bármilyen hosszú útban, mondhatni szinte bármilyen autóban. Amikor bejöttél a templomba, akkor a hirdetőlap mellett kaptál a házigazdáktól egy másik papírt, amire egy ilyen kis kék keret van, egy kék szövegírás. Az a kérdésem, hogy vedd a kezedbe, légy szíves ezt. Én ezt felolvasom, és kövesd a szemedben. Bibliai cél és látás. A Biblia alapján azért létezünk, hogy életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel Isten dicsőítsük. Hogy az élő kőhöz, Jézus Krisztushoz járulva lelkileg nagyobbá váljunk, annak érdekében, hogy az Isten által rendelt helyen, felkészülve az ő szolgálatára, jelenlétünkkel áldással legyünk. Az evangéliumot az emberek közé vigyük, a Szentlélek indítására Isten Jézus Krisztusban megmutatott kegyelméről tanúskodjunk, hogy ő Krisztus tanítványaivá lehessen. Mindezek forrása, irányítója, mozgatója, Isten szeretete. Látok egy dinamikusan növekvő, 21. századi módon megnyilvánuló gyülekezetet. Ez a közösség egész életével és szolgálatával Isten nevére hoz dicsőséget, ezáltal a tagjai és a kívülállók is közelebb kerülnek a tiszta forráshoz, Jézushoz. A gyülekezet jellemző. Láthatóan növekedik, mert a tanítványi elköteleződés erősödik, melynek jelei a Bibliát ismerő, szerető és az imádság erejében bízó, azt rendszeresen gyakorló tagok növekvő száma. Felismerve lelki ajándékaikat, egyre többen vállalnak feladatot a gyülekezet különféle szolgálatokban. Kifelé nyitott, befogadó, toleráns, különösen is az etnikai csoportok és krízis helyzetben élő felé. Folyamatosan megújuló, mert Istennel való kapcsolatát megújító bűnbánatot gyakorolni kívül. Isten válaszát az adott kor emberének kérdéseire keresik. Az adott kor embere számára érthető módon és formában fogalmazza meg Isten üzenetét, vigasztal, bátorít, útmutatás nélkül. Valódi közösséget, mély, bensőséges, elkötelezett kapcsolatot megélő, mert élő kis csoportjaiban minden generáció otthonra talál. Ezek a csoportok egymással, közösséget vállalva, gyülekezetüket magukért vallják. A városban élő számára vonzó, látható és elérhető. Ezt a papírt lehet, hogy a házigazdák adták a kezedbe, de valójában Istentől kapta. Isten az, aki az ő üzenetét a kezedbe adta ezzel a bibliai célral és látással megfogalmazva. Ezt akarja elérni a életedben, és rajtad keresztül ebben a gyülekezetben, ilyenni akar téged formálni. Az elmúlt 2,5 évben, közel 2,5 évben, majdnem minden vasárnap ezt a gyülekezeti látást, ezt a bibliai célt magyaráztuk a Szentírásnak a segítségében. Ha lehet így fogalmazni, ez volt az elméleti oktatás. Most pedig eljutottunk arra a pontra, hogy végére értünk ennek a bibliai célnak és látás magyarázatnak, és akkor most a gyakorlatba át kellene valahogy ezt ültetni. Ez hasonló egy kicsit a vezetéshez. Nem elég megtanulni a keresztnek levizsgázni belőle, bekerülünk az autóba, és el kell kezdeni megtanulni vezetni. Ugyanez a helyzet ezzel a bibliai célra és látással, nagyon jó, hogy erre sokat hallottunk, hogy ott lehet a kezünkben. De csak akkor tud igazán valóságra válni, hogyha elkezded megvalósítani a saját életedben. Hogyha elkezded megcselekedni azt, amit Isten kér tőled, vagy mások fogalmazva, méltó vágja válna ahhoz a feladathoz, amelyre Isten megbízott téged. Hűségesnek kell lenned ahhoz a feladathoz, amelyet Isten rábízott. Pál apostol az efézusi levelet, amikor az imént idéztem, ha felolvastam Isten igéjét, nagyon sajátos módon írtam meg. Szentírás szerkesztő összesen a 6 részre osztják ezt az efézusi levelet, és nagyon szépen elkülönhető, hogy az első 3 rész, ami az elméleti alapvetés Pál apostol részéről, nagyon szépen kifejti, kibontja, elmagyarázza, hogy kiben tesz a keresztény ember, hogy mi a keresztény ember életének az alapja. És aztán a második részben, a 4., 5., 6. részekben pedig amolyan gyakorlati útmutatást ad,
hogy mindazt, amit ő addig leírt és magyarázotta az efézusi gyülekezetnek, azt hogyan tudják ők a saját életükben, a saját gyülekezetükben gyakorlati módon megvalósítani. Hogyan tudják a gyakorlatba átültetni az elméletet. Hogyan tudnak elméleti keresztényekből gyakorlati keresztényekké válni. És ezt a gyakorlati oktatást Pál apostol egy nagyon fontos mondattal kezdi: éljetek ahhoz az elhíváshoz méltó, amelyen elhívattatok. Éljetek ahhoz az elhíváshoz méltó, amelyen elhívattatok. Legyetek hűségesek az Istentől kapott feladatokhoz. Legyetek hűségesek Istenhez. Legyetek állhatatosan kitartók. Ezt jelenti azt, hogy legyetek méltók az elhívatásokhoz. Ne szűnjön meg a lendületnek, a lelkesedésnek, üzeni Pál apostol az efézusi gyülekezetnek. Mert csak akkor tudjátok igazán valóra várni az Istennek a tervét, amiről eddig beszéltem nektek. Csak akkor tudjátok a gyakorlatban az egészet átültetni. És aztán Pál apostol gyönyörű szépen folytatja: teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel tegyétek ezt. Elhordozva, elviselve, elkülve egymás szeretetben. Alázatossággal, szerénységgel és türelemmel. Nagyon sok mindent írt még Pál apostol, hogy hogyan tudnak gyakorlati keresztényekké válni, de nem véletlenül kezdni ezzel a három kifejezéssel, ezzel a három fogalommal, három jellemzővel: alázatosság, szerénység, türelem. Hát valahol az apostol gondolataiban benne van az, hogy akkor tud a keresztény ember igazán úgy élni, hogy az Isten tervét váltja valóra az életében, hogyha informálni meg az alázat, amihez kell, a szerénység, amihez kell, és a türelem, amihez kell. Hogy a gyülekezetben, az efézusi gyülekezetben alázatos a szerint és türelemmel legyenek egymás iránt. Így viselkedjenek egymással, mert csak akkor fog valóra várni, hogy Isten szeretne. Azt nem lehet türelmetlenül, nem lehet kietni szokatlanul. Pál apostol inti őket: munkáljátok ki magatokban, formáljátok ki magatokban az alázatosságot, a szerénységet és a türelmet. Mert akkor tudtok igazán állhatatosak lenni, akkor tudjátok igazán 100%-osan beletenni magatokat abban, hogy az Isten tervét valóra váltsák. Hát igen, magasra tette a mércét az apostol. Azt mondja, hogy legyenek hűségesek, legyenek méltók, legyenek állhatatosak ahhoz, amit Istentől kaptak. Valósítsák meg ezt a feladatot, ráadásul mindezt úgy csinálják, hogy közben alázatosak is, meg szerintek, meg szerintek. Egy kicsit beleképzeljük magunkat az efézusi gyülekezetnek a helyzetében, ahol egy Isten tiszteletben mondjuk felolvasták az apostolnak ezt a levelét, hát lehet, hogy elkezdtek hűmögni, hogy hát jó, ez így mind szép és jó, hogy mondja Pál, de hogy fogjuk mi ezt megvalósítani? Hogy tudjuk valóra váltani? Pál apostol nagyon jól tudta azt, hogy az efézusi gyülekezetben is emberek vannak, akik amellett, hogy megváltottak, mégiscsak a hűre hajlamosak, esendők és gyarmatok. És ezért teszi hozzá a következő fontos mondatot, hogy a lélek egységét tartsák meg. A Szentlélek egységét tartsák meg békességgel. Ezzel utal az apostol arra, hogy a Szentlélek munkálja ki bennük azt, hogy az Isten tervét valóra váltsák. A Szentlélek munkálja ki bennük az alázatot, a szerénységet és a türelmet is. Merítsenek erőt és reménységet ebben a Szentlélek értő munkát, hogy szüntelen, fáradhatatlan. Isten mindent megtesz azért bennünk, közöttük, hogy valóra váltsák azt a tervet, amit ők Istentől kaptak. De ez nem jelent passzivitást, nem jelent, hogy az apostol, hogy tartsátok meg. Ez nem passzivitás kérlek. Nem azt jelenti, hogy az efézusok azt gondolhatták, hogy jó, akkor mi most hátra dőlünk itt a székbe ülve, majd a Szentlélek mindent elvégezhetjük. Nem erről van szó. Nem arról, hogy ők várhatnák nyugodtan a sülgalmat, mert belegül a szájukba. Az apostol azt mondja, hogy a keresztény ember aktív, a Szentlélek együtt munkálkodik. És az, amit kimunkált a Szentlélek benned, azt meg kell tartani. Meg kell tartani, hogy kell maradni azon az ősvényen, azon az úton, az Isten tervének a megvalósítása. Az Istentől kapott célt, azt el kell érni. Segít a Szentlélek, de nektek is meg kell tenni mindent, ami tőletek függ. Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amelyet elhivattatok. Teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel. Viseljétek egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Pál elkezdi átültetni gyakorlatban itt az elmélet. Mi a helyzet velünk? Hogyan valósul meg az elmélet a gyakorlatban, a mi életünkben? Az a szomorú tapasztalatom, kedves testvérem, hogy
mi, mint a Magyar Református Egyház, mi, mint pápa gyülekezet, te, mint református keresztény ember. Sokszor úgy érsz, hogy az elmet marad és nem kell gyakorlatba. És ez nem csak a mi gyülekezetünkre, a te életedre jellemző, hanem ez sajnos nagyon sok gyülekezetre, sőt lehet mondani, hogy szinte az országos egyházakra jellemző. Elméletben mi nagyon jól tudjuk, hogy mit kell tenni. Nagyon jól tudjuk, hogy miről szól a Szentírás. Nagyon jól tudjuk, hogy mit kér Jézus. Aztán gyakorlati megvalósítások, hogy ilyen nem szoktunk sülni. Úgy mondanám, hogy ilyenek próbálkozásaink vannak azért, de ez még nem azt jelenti, hogy megvalósítjuk Isten követni. Sokszor hiányzik a gyakorlatban való átültetés. És ennek több oka is lehet. Talán azt gondolod, hogy amit te teszel, az bőven elég. Az elég az Istennek. Hiszen te itt vagy viszonylag gyakran vasárnap, hiszen te adakozol, hiszen te szerinted mindent megteszel, amit kell. És több már nem is kell. Végig hallgattad ezeket az igényhirdetéseket, ott van a Biblia cél és látás, ez egy nagyon szép és kerek volt. Ennek, hogy lehet örülni, hogy fú, mennyi jó dolgot akar is tudni megvezetőkben. De én itt megálltam, nekem ennyi elég, köszönöm szépen, én többet nem szeretném. Vagy talán azt gondolod, hogy ez nem a te feladatod és nem a te dolgod. Lehet, hogy gyülekezetnek szól, de szerinted ez inkább a hivatalosoknak szól. Hogy ezt a lelkészeknek kell csinálni, a presbitereknek, meg azoknak a gyülekezeti munkatársaknak, akik itt szolgáltak a gyülekezetben. Meg persze a magasabb szinteken az esperesnek, a püspöknek, a főjegyzőnek, a főgondoknak és így tovább. Hát mégis ezért kapják a fizetésüket, nem? Hogy megtegyék ezt, hogy ezt valóra váltsák, amit jelentek van. Neked ehhez sok között nincsen. Ezt nem tőled kéri Isten. Vagy talán azt gondolod, hogy hát én ehhez túl fiatal vagyok. Ehhez több élettapasztalat lenne szükségem, hogy ezt valóra tudjam látni. Ez inkább az idősebbnek a dolga. Vagy idősebb emberként azt mondod, hogy ó, öreg vagyok én már, ez a fiataloknak lenne a feladat, hogy mindez, amit van, ez valóra váljon. Én már nem, hát én már túl öreg vagyok, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, minden bajok van. Nem, nekem ez már nem fér bele. Én túl idős vagyok. Vagy azt mondod, hogy neked erre nincs idő. Hát végül is ott van a munka, meg a család, meg esetleg ott van egy kert, úgy van, hogy rendezni kell, meg azért szeretnék még a pihenni és egy kicsit kikapcsolni, ebben nem fér bele az Istennek a terve. És azt mondod, hogy ez nem az én dolgom. Majd én szintén gyakorló szokott lenni, hogy alkalmatlanul tartom magam. Azt mondod, hogy hát ki vagyok én, hogy mindezt valóra váltsam. Hát én egy nagyon bűnös gyarmat vagyok, tehát sokkal jobb emberek van, szerintem ezt nekünk kellene tenni. Én erre nem vagyok képes, hát nekem ehhez nincs erőnek, képességem, hát ki vagyok én? Most az egészet úgy, ahogy van félreteszem. Én azt mondom, hogy ezek mögött a kifogások, a bűnügyek mögött van egy sokkal mélyebb, ami már ugye azért az eleveletben áll. Ez az ok pedig az, hogy nem mersz igazán szembenézni azzal, hogy mégiscsak átvészel Isten ezt. És ahhoz, hogy ez valóra vált az életedbe, ahhoz neked meg kell válni. Lehet, hogy egy szigetnél érzel azt, hogy szükséged lenne valamiféle gyökeres változásra, mert érzed, hogy nincs lenne az életed. Hogy valamit mások kellene csinálni. De amikor már arról van szó, hogy akkor ezért tenni, akkor megtorpálsz és azt mondta, hogy hú, lehet, hogy mégsem. És jönnek a kifogások és az okok. És nagyon jól fel tudod menteni saját magadat, hogy miért nem fogod te ezt megtenni. Ez amúgy is jellemző rám magamra, hogy arról beszélünk, hogy miért nem fog valami sikerülni. Miért ne tegyük meg? És beindul ez a belső realizmus, és elkezdek mondani, hogy miért nem fogott az Istennek a tervét megvalósítani az életedben. Mert ehhez változni kell jövőresen, és a változás az nem tudással jár, mert áldozattal jár, mert iszonyatosan kemény belső munkával jár. Fájdalommal jár. Hát ki akarja ezt? Hát senki sem akarja. Akkor ne is változzunk meg. Ha mindig csak ezeket a kifogásokat, a ügyeket tartunk szemben előtt, akkor ezek minden egyes alkalommal, amikor felmerült benned, hogy lehet, hogy mégiscsak változni kéne, lehet, hogy mégis vagy mások értsenek, lehet, hogy mégis, amire le van írva, amit Istentől kaptam, ezt meg kellene valósítani, akkor újra és újra elfognak ezek a kifogások, ügyek bátortalanul, elveszik a reménységedet, a lendületedet, a lelkesedésedet, és újra és újra arra fogják felhívni a figyelmet, hogy miért ne. És akkor olyan leszel, mint az, aki elment ugyan a presszoktatásra, megtanult mindent a tankönyvből,
soha nem ült be az autóba. Soha nem ült be a kormány mögé, és még méter sem nem szállt. Az ilyen ember nem kezdeni. Az ilyen emberek nincsen gyakorlata. Lehet, hogy fejben tudja, hogy mit kellene tenni, de soha nem ült be az autóba, és nem kezdeni. És akkor ez lesz igaz a te életedre, hogy nagyon jól tudod, hogy mit kellene tenni. Elméletben teljesen tisztában vagy ezzel. Viszont nem követi ezt a gyakorlatot. És akkor elnézést egy kicsit erősebb kifejezésért, a hited az olyan lesz, mint egy felfújt bufi, ami valahogy kinéz, de belül csak meleg levegő van, gyakorlatilag semmi. Ahhoz, hogy ezt a beszélt el tudjad kerülni, mert én hiszem azt, hogy nem akarsz ilyen ember lenni, akinek csak egy felfújt bufi a hite, meg az egész élete, ahhoz, hogy ezt el tud kerülni, ahhoz pár dologra érdemes figyelni, pár dolgot érdemes megtenni, hogy gyakorlati keresztényé válhasson. Az első az, hogy ezt a lapot, amit kaptál, ezt most hazaviszed majd magadban. És aztán nem a reklámbőságok közé teszed, aztán majd valahol kerül elmagadni út közben, hogy beteszed a kabátot zsebét, és akkor fél év múlva majd éppen ott matadsz és előkerül a zsebedből. Hanem keresve egy helyet a lakásokba, ahol ki tudod tenni, ha mindig szemlőd van. Hogyha konyhában, a hűtőben, akkor vagy a szobában van, a fürdőszobában, akkor olyan bocsánat, hogy a WC-ben, akkor a lényeg az, hogy szemlőd legyen. Hogy minden nap rá tudjál nézni, minden nap legyen idő, egy 2 percet, hogy elolvassa ezt. Legyen szemlőd, legyen a lakásokban, hogy az egész családot láthassa. Ez az a terv, amit Isten adott nekem. Ez az a cél, amit Isten határozott meg, hogy valóra váltson. És rajtam keresztül ez a gyülekezet bácsolatban. És a második lépés az, hogyha már ki van téve otthon is olvasod, rendszeresen átfutod, akkor ez ne csak a lakásban legyen kitéve, hanem legyen a szívedbe is felírva. Azaz váljuk számodra a belső célra, Istennek a célja. Lássad meg, hogy ő mit szeretne, és ezt tudjad elmondani, tudjál ezzel azonosulni, tudjad megtenni. Ne olyan legyél, mint Jónás, hogy Isten azt mondja, hogy arra kell menni, és elindulsz a másik irányba. Hanem olyan legyél, mint az engedelmi szolga, aki tudja, hogy mit szeretne az Urat, és azzal teljesen tud azonosulni, és meg tudja csinálni. És a harmadik lépés az, hogyha már a belsőben is ott van ez az isteni cél, hogy minél többet gyakorolsz. Ahogy a vezetésnél is, minél többet ülünk az autóba, minél többet vezetünk, annál nagyobb gyakorlatot teszünk szert, annál több forgalmi helyzetbe kerülünk, ami a tapasztalatunkat növeli, ugyanúgy van ez a keresztény életben. Minél többször azon vagyok, hogy meglássam, hogyan tudom én az Isten akaratát alulra váltani az életemben, hogyan tudom a hétköznapokban, minden egyes szituációban megélni, Krisztus követő vagyok, hogyan tudom minden nap ezt a bibliai célt és ezt a látást alulra váltani a saját személyes életemben, otthon is, meg a munkahelyemben, meg a boltban, meg mindenhol. Hogy egyre inkább, ha lehet azt mondani, be tudod ezt gyakorolni, egyre inkább természetessé válik, egyre inkább magától értetődővé válik az életem. Ezért mind szép és jó ilyen kerek, mint ahogy Pál Apostol is ilyen kereken és szépen fogalmazott az efézusi levélben. De hogy az efézusiak, hogy te is biztos érzed, hogy hú, hát azért ez egy nagyon nehéz. Ez egyedül nem biztos, hogy menni fog, sőt, biztos, hogy nem fog menni egyedül. Nagyon nagy szükséged van a Szentléleknek az erejére, a vezetésre és a segítségére. És tedd hozzá azt, hogy naponta kéred a Szentléleket, hogy adjon neked erőt, adjon neked kitartást, hogy ezt valóra tud váltani. Hogy ne csak egy kezdeti lelkesedés legyen benned, hanem legyen benned kitartás, állhatatosság, hogy méltóvé váljál az az elhíváshoz, ahhoz a feladathoz, ahhoz a célhoz, amelyet Istentől kaptál. És végezetül pedig ott van a lehetőség, hogy az Istennel való kapcsolatodat folyamatosan erősíted, és ezáltal még jobban megerősítsz abban, hogy valóra kell váltani az Istentől kapott célokat. És itt már egy igazán fontosság, hogy a teheted akkor minél többször elősz. És megerősödik az Isten tiszteletek, az Istennel való kapcsolatod. Mert minél több gyülekezeti alkalmi és programon részt veszel, és megerősödik az Istennel való kapcsolatod. És naponta rászállod az időt, imádkozol, és előveszed a Szentírást, és olvasod, hogy az Istennel való kapcsolatod ezáltal is megerősül. Vagy éppen most kijössz majd, és amikor a kenyeret és a bort magadhoz veszed, vagy éppen megkapod Isten áldását,
hogy megerősödsz abban, hogy Isten végtelenül szeret téged, és téged gondol abba a hatalmasnak munkába, az ő tervébe, amit szeretne valóra váltani ezen a világon, és nagyon konkrétan, ahogy meg is van fogalmazva, ebben a gyülekezetben és a te életedben. Kedves testvérem, Isten bízik benned. Ő bízik benned, hogy te képes vagy erre. Ő adja az ő szent lelkét, hogy ezt valóra tudjad váltani. Hogy az Istentől kapott célt eljött. Hogy a tőle kapott feladatot meg tudjad tenni. Képes vagy megváltozni. Képes vagy olyanná válni, ami ennek Isten eltervezett téged. Képes vagy elméleti keresztjéből gyakorlati keresztjéből válni. Ámen. Helyükről felállva most hagyjuk meg fejlődés. Mennyei édesatyánk! Nagyjárom a számunkra, hogy bízol bennünk. Bízol, hogy képesek vagyunk a ránk bízott feladatot elvégezni. A tőle kapott célt elérni. Mégis tele vagyunk félelmekkel és kételyekkel. Nem tartjuk magunkat alkalmasnak. Nem tudjuk elképzelni, hogy képesek vagyunk olyan gyökeresen megváltozni, ahogy azt a kívánunk tőlünk. Ezért is kérjük, Szent lelkeddel erősíts, bátoríts minket, hogy a tőled kapott küldetésünket betöltsük. Istenünk, mi az ígéret és a jövő gyermekei vagyunk. Mégis meg kell halljunk neked, hogy könnyen elveszítjük a reménységünket. Sokszor elfogadjuk a te kegyelmedet, és mégis nem adjuk tovább a bocsánatot embertársainknak. Szeretjük a te elfogadó szavadat hallani. Mégis elítélő és kirekesztő szavakat mondunk embertársunk. Életedet adtad értünk, és meg kell valljuk, hogy félünk az áldozathozatalától, és vétkes kompromisszumokat öltünk. Téged kérünk, tisztíts meg minket. Mutasd meg egyéni érdekeink szűk határa mögött a végtelen jövőt. Táplálj és építs fel, vedd el félelmünket, szorongásunkat, amely távol tart tőled és embertársunk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Közös imádságunk, bűnvallásunk után a csendes perc alatt hozzuk Isten elé személyes egyéni bűnvallásunkat. Köszönjük, Urunk, hogy személyes bűnvallásunkat is meghallgatod. Most valljuk meg közösen a mi hitünket, elmondva az apostoli bűnvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és földön teremtője, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátusban, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes a Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Bűneink megvallása, illetve hitünkről való bizonságtételünk után Anya Szent Egyházunk gyakorlatára szüljön néhány kérdést intézett hozzátok, amelyre lelkiismeretesen és hangos szóval felelünk. Hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán
Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek el Isten a bűnös emberre megkerülőben, Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus, értetek testben elbocsátotta, akinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből Jézus vérének érdeméért hitáltalan elégazott. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságra öltöztetve, átvisz az ő örök dicsőségébe. Miután ezeket biztosan hiszitek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért hálával egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére jöttek. Én is mindezeket veletek együtt hiszem, és valva ígérem, és fogadom. Most azért, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan vár, de eljött szolgára, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, amit megad, ami Úrunk Istenünk az ő mindjárt való kegyelméből, Szent Fiának, Jézus Krisztusnak élményét. Ámen. Az Úrvacsora vétel megszokott rend szerint fog zajlani. A kenyeret az urasztal előtt vehetjük magunkhoz, az urasztal jobb oldalát a kis kenyérből vehetjük magunkhoz, a bor bal oldalát pedig a nagy kenyérből. A még nem konkrétan, illetve gyermekeket, testvéreinket szeretettel várjuk az urasztalához, egyedikből igével kérjük Isten áldását az ügyüket. Az urvacsora vétel alatt először mindenképp a 264-es számú énekünket. A 264-es számú énekünket a 8. versétől, ez a régebbi énekeskönyv 440-es számú dicséretet. A 8. vers így kezdődik, ezért szerzék szent.
és Isten kegyelméből így élhetünk karácsonyt is. Mielőtt hazatérnétek, kérlek benneteket, hogy Isten veletek között kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokat. Ne uralkodjon többé bennetek a bűnétek Jézus Krisztushoz méltó életet. Legyetek könyörületesek, jóságosak, alázatosak, szelídek és béketűrők. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen Jézus Krisztus is megbocsátott nekünk. És az Isten békessége uralkodj egy szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben. Gyertek most imádságra adjunk hálát Istenet. Mennyei édesatyák, de a halál sötétségébe elküldött világosságot. A legmélyebb magány körvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, és titkai közepette a megváltottak hallelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, amely nem hagy tévejegni minket. És a sötétség és az elhagyatottság kúrájba hívsz, amikor minden bizonytalanná válik, adj abban az időben is, amikor ügyelt halál küzdelmedni, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsük. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászolnak bennünk. Hadd világítson be most egy örömet titka, mint a hajnal fény napjainkban. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek, a történelem nagy szolgatjuk. Hadd, hogy a világosság és a sötétség és napjaiban is egyaránt, a mai időkben is vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséges felünk. Hozzá való nagy bizalommal könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akik betegek. Te adj nekik gyógyulást, te adj nekik erőt, hogy tudják hordozni a betegséggel. Így könyörgünk gyászoló, emlékező testvéreinkért. Felép velük, te vigasztald őket, és add meg nekik a feltámadást és az örök életet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézusról való imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőt. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, ismerve Jézus Krisztus tanítását, te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mint te szólod, hogy adakozások titokban történik. A te atyád pedig, aki látja, mi titokban történik, megfizet. Helyünket elfoglalva énekeljük záró énekünket, a 417-es számú dicséretünket, a 417-es számú dicséretnek mind a három versét énekeljük, ez a régi énekeskönyv 396-os számú éneke, az első vers így kezdődik, ébredj bizonyság tévedőre.
Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltó, amelyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélekegységét, a békesség kötelékével. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajta. Fordítsa felé orcáját az Úr és adjon neked békességet.